Székesfehérváron az elmúlt három hétben három rangos, eredetileg még sokkal rangosabb nemzetközi tenisztornát rendeztek volna, így is összejött végül is egy nemzetközi torna sorozat. A héten pedig sajnos nem Fehérváron, ahogy három évvel ezelőtt, hanem Budapesten, de zajlik a felnőtt országos bajnokság, illetve a selejtezőkkel elkezdődött a Roland Garros, tehát teniszdömping minden mennyiségben itt a pandémiás helyzet után. Jó estét kívánok, van miről beszélgetni. Tehát vendégem pedig Pálkai Norbert és Ficska Fanni, a Kiskút Teniszklub két, hát most már nem annyira friss, de mégis azért olyan még éppen ropogósnak tűnő edzői karából ketten. Szervusztok, köszöntelek titeket a műsorban. Hát először is ugye néhány hónapja dolgoztok ugye itt Székesfehérváron. Hogy érzitek magatokat a városban, meg a klubnál, Fanni? Én nagyon jól, személy szerint. Én három hét után le is költöztem tulajdonképpen, tehát fehérvári lakossá váltam. Ezen kívül a Kiskút Teniszklubban is nagyon jól érzem magam, nagyon jó a hangulat, remek remek a munkatársak, illetve a tenisz élet is egyre jobban felpezsülőben van, tehát minden szupernek mondható. Ugye végülis téged dobtak be a legnagyobb mély vízbe az elején a táboroztatással, nem? Ott azért eléggé te voltál az egész tábornak a motorja, ami sosem könnyű, mert ugye sok olyan gyerek jön, aki érdeklődik a tenisz iránt, de lehet, hogy még nem nagyon fogott életében teniszütőt. Ez így van, de tehát a várakozásokon felüli volt maga az az élmény. Nagyon rendesek voltak a gyerekek, nagyon jó fejek, könnyű volt velük dolgozni, a szülők is nagyon barátságosak voltak, tehát összességében elmondható, hogy abszolút jól sikerült mind a 6-7 tábor, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben is hasonló lesz, vagy még jobb. Norbi, te hogy érzed magad? Én is nagyon jól, köszönöm szépen. Én is a családdal most már szeptember óta ide költöztem. A klubon belül is szerintem mindenki megtalálta a helyét, meg így a számításait. Próbálunk egy rendszert összerakni, hogy mindenki azon a területen dolgozzon, amihez talán a legjobban ért a szakmán belül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy lassan összeáll minden arra, hogy fogadjuk a gyerekeket, versenyzőket, amatőröket, bárki, aki szívesen megismerkedne a tenisszel. Ugye tulajdonképpen ti négyen érkeztetek, csak ide most hozzánk a stúdióba ketten. Régóta dolgoztok így együtt? Tehát tulajdonképpen csomagban érkeztetek a Kiskút Teniszklubba? Igen, Szamos Gergővel és Balla Péterrel kiegészülve jöttünk mi először márciustól, aztán a teljes táb április-májustól van jelen a klubba. Budapesten mi 2-3 éve, a Gergővel már régebb óta, a Fannival azt hiszem 3 éve, a Peti meg az elmúlt egy évben segített nekünk, tehát így nagyjából ott is nagyjából mindenki tudta a feladatát, illetve azon a területen dolgozott a klubon belül, amihez a legjobban értett, és akkor ezt a vonalat képviseljük itt tovább. És miért éppen Fehérvár? Mert hogy ugye általában az emberek sok esetben inkább ellentétes utat járnak be, hogy vidékről vágynak fel a fővárosban, meg mennek is föl, mert ott van esetleg komolyabb lehetőség. Most arról nem feltétlenül kell beszélni, hogy az látszik, hogy itt azért a létesítmény az adott, de ez volt mondjuk a legfontosabb szempont? Miért éppen Fehérvár? Alapvetően nekem van vidéki kötődésem, én kaposvári vagyok, és én is ugye, amit mondtál, 18 éves korom után kerültem Pestre a tenisz kapcsán. A Fanni is kiskunfélegyházi születésű, tehát ő dolgozott is Kiskunfélegyházán a teniszbe, aztán a mi invitálásunkra érkezett Pestre az elmúlt években, és aztán igazából szerintem itt a hosszú távú lehetőség a klub által maga a létesítmény kapcsán, mindegyünk, minden edző látott perspektívát ebbe, hogy hasonló körülmények között lehet, ugye nemzetközi szinten is ez a tendencia, hogy ilyen létesítményekben jó szakmai munkával tudnak eredményesek lenni, és igazából szerintem ezt tartott a szem előtt mindenki. A Gergő meg a Peti, ők napi szinten ingáznak Pestről, ami egyébként olyan szempontból előnyös is, hogy a Pesten lévő gyerekeket akár iskola után, vagy olyanokat, akik magántanulók, napi szinten tudnak hozni és esetleg vinni haza. Tehát így a szülőkre nem hárul rá komolyabb teher, hogy nekik kéne a gyereket hozni, vinni. Szóval ő nekik is egyelőre működik ez a dolog. Fanni, neked mi döntött Fehérvár mellett? Vagy te oda mész, ahova a három pasi visz?
talán is, de hasonlóképpen, mint ahogy a Norbi is mondta, hogy szerintem így egy ideje már kerestük így a lehetőséget egy ilyen hosszabb távú együttműködésre valahol, valakikkel, egy ilyen hasonló létesítmény keretein belül is. Pontosabban, ahogy a Norbi is mondta, szerintem egyikünknek sincsen különösebb problémája egy vidéki várossal, Budapest után akár. Így aztán úgy mondhatnám, hogy így kapóra jött, itt találkoztak az elképzelések meg a tervek itt Fehérváron, eddig legalábbis úgy tűnik. És az, hogy te vitted a tábort, ez azt jelenti, hogy te dolgozol a legkisebbekkel, vagy hogy van a munka megosztás így négy-ötök között? Főként én a legkisebbekkel, illetve a kezdőbbekkel, amatőrökkel. Ez önkéntes, vagy elnyomnak a férfiak? Nem, de ezt érzem magamhoz talán a legközelebb, a gyerek oktatást, az utánpótlás képzést, amit ennek lehet mondani. Illetve hát ez úgy épülne fel, hogy majd az én kezeim közül mennek tovább a gyerkőcök a Norbiék kezei alá. De tulajdonképpen tőled kapják meg a legfontosabb alapokat, igen. És akkor ilyen feladásos rendszerben. Egyébként mennyi gyerkőcöt sikerült, úgymond, tehát kihalászni, idézőjelben mondva, a nyári táborból, hiszen ugye azt tudjuk, hogy azért ez az egyesületeknek egy nagyon komoly toborzási lehetőség a nyár folyamán, akár a sportágat bemutatni, az egyesületet az edzőknek bemutatkozni. Szóval mennyivel több gyerek kezdett mondjuk teniszezni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? Hát ezt mondjuk így nem tudom pontosan megmondani, mert egy évvel ezelőtt nem tudom, hogy mennyien voltak, de mondjuk a táborhoz viszonyítva szerintem egy ilyen 70-80% visszajött, a többiek pedig teljesen külsősök voltak, hogy nem a mi táborunkban jártak, de hozzánk jöttek tanfolyamra szeptembertől, de úgy a tábor tényleg nagyon jó volt arra, hogy megismertek minket, és sokan jöttek vissza azzal a szándékkal, hogy szeretnének teniszezni. Normi, van nátok egyébként így ebben a négyes csapatban főnök? Vagy nincs, hogy rakjátok össze a szakmai munkát? Próbálunk munkatársakként dolgozni, hiszen egymásra épülnek a különböző területek, tehát nyilván a Fanninak is megvan a szerepe, hogy lentről mik azok a dolgok, amiket el kell, hogy sajátítson egy gyerek ahhoz, hogy jöhessen tovább. Szóval szerintem ez így teljesen jól működik mindenki részéről, hogy tudja a feladatot, nyilván rengeteg kommunikáció, közösen osztjuk be a csoportokat, tehát ezt a rendszert, ami össze van rakva, ezt mindenkinek azért át kell látni lentről fölfelé, meg visszafelé is, szóval próbálunk egymásnak segíteni. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, hogy valaki beteg lesz edző, tehát be kell, hogy tudjunk ugrani. Egyik a másik helyre van, hogy versenyre utazik egy edző gyerekekkel, tehát hogy azért kell, hogy ismerjük szinte minden játékost ahhoz, hogy az így működjön rendesen. És most mennyi, hány versenyzővel dolgoztok így együtt a klubban most belül? Pontos létszámot nem biztos, hogy fogok tudni mondani. Egyre nagyobb érdeklődés van a gyerekek részéről. Az nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy a fehérvári kötődésű gyerekeket sikerült szerencsére összefogni. Azért a múltban volt arra példa, hogy ők Budapestre jártak edzeni, mert mondjuk itt nem kaptak olyan minőségi munkát, amivel elégedettek lettek volna. Őket vissza tudtuk csábítani, és most igazából az előző klubunkból, Pestről azért járnak le ketten-hárman a mai napig velünk készülni. A Balaton északi partjáról, Tihanyból, Füledről, Csopakról vannak most négyen vagy öten talán, akik elkezdtek heti rendszerességgel két-három alkalommal járni hozzánk. Nyilván ők nem tudják mindennapi szinten megoldani azt per pillanat, hogy jöjjenek, de elindult egy ilyen folyamat, hogy nem csak Fehérvárról, hanem a környékből is jönnek hozzánk szép számmal. Amikor készültem a beszélgetés, akkor pont azon gondolkoztam, hogy gyakorlatilag, mert hogy ugye március elején érkeztetek meg, hát nyilván a beszélgetés az hamarabb elindult Visztó Csabával közöttetek, de hogy tulajdonképpen, hogyha nincs ez a koronavírus, akkor a legjobb időpontban érkeztetek volna ide Fehérvárra, mert hogy tényleg már épp kész volt a csarnok, működött egy ideje, kijöttek talán a gyerekbetegségek a létesítményen, már azért volt egy bázis, mégis jött ez a koronavírusos helyzet, ami senkinek nem volt könnyű, de most azt veszem ki a szavaitokból, hogy végül is azért összességében az elmúlt pár hónap ez egy sikertörténetnek induló valami. Azt gondolom, hogy igen. Nyilván nem könnyítette meg a helyzetünket a vírus, meg aztán ugye a nyár azért a teniszben eléggé uborka szezonnak mondható.
mindenki megy jobbra-balra, nyaralnak a családok. Egyébként a táborokban szerencsére nagyon sokan részt vettek, ettől függetlenül lehet, hogy a vírus is befolyásolta ezt, hogy most azért annyira nem tudtak az emberek szabadságot kivenni, és a gyerekeket ugye le kellett, hogy valahova passzolják, akár sportolni, akár más táborokba. Ebből mi valamilyen szinten profitáltunk, és most szeptemberre körvonalazódott az, hogy hogyan is tudunk a csoportokkal tovább menni. Nyilván itt a szinteket nézzük, hogy a gyerekek korba, meg tudásba nagyjából egy kategóriába legyenek. Ezekkel most már nagyjából elkészültünk, elkezdődött a munka, és nyilván fejlődés szerint majd próbáljuk őket, meg azért az iskolai órarend befolyásolja elég jelentősen azt, hogy ki mikor tud jönni edzésre, de ettől függetlenül próbálunk a lehető legjobb minőségbe megfelelni mindenkinek. Ugye Fanni, te találkozol tulajdonképpen először a gyerekekkel. Mennyire tehetségesek, ügyesek itt a fehérvári gyerkőcök, akik most a kezed alatt dolgoznak? Ügyesek. Azt lehet mondani, hogy azért nagy átlagban lehet velük jól együtt dolgozni, tehát abszolút el tudják sajátítani azt, amit kérek tőlük. Nagyon jó velük, nagyon kis aranyosak, könnyű velük együtt dolgozni, és szerintem abból is adódóan, hogy elég ilyen sportközpontú város Fehérvár, valószínűleg az is hozzájárul ahhoz, hogy azért abszolút nem ügyetlen gyerekek kerültek a kezeink közé. Mivel lehet megfogni egyébként a gyerekeket? Mert tényleg az a tendencia, hogy tényleg egy szülő mondjuk 6-7-8-9 éves korában a gyereknek elviszi akár nyáron egyik táborba, másik táborba, hogy találkozzon különböző sportágakkal. Mivel lehet megfogni a gyerkőcöket mégis, hogy ütőt és labdát ragadjanak? Hát talán ezekkel, mint a tábor is, illetve a családi nap, amit szerveztünk, ilyen jellegű dolgokkal. De az a tapasztalat szerintem, hogy azért aki egyszer kipróbálja, meg labda van a kezében, ütő van a kezében, az azért nehezen teszi le, tehát egyből tetszik nekik a sport mindenkinek, egyből megtalálják bennük a kedvüket, a motivációt is. Most Norbi, mennyire az idősebbek a fehérvári utánpótlás, akik már versenyeznek, ők mennyire célosak, hiszen azért nyáron már voltak versenyek, voltak szép eredmények, még hogyha nem is kell számszerűen elmondani valamennyi eredmény, de azért összességében szépen teljesítettek, ahogy jöttek a hírek. Igen, versenyzők. A különböző korosztályokban, vidékbajnokságon, Budapest bajnokságon értek el sikereket játékosaink. Ugye azáltal, hogy nem mindenki, aki itt készül nálunk, nem mindenki a klub saját játékosa még, amire törekszünk majd, hogy a jövőben ez ne így legyen. Ugye a Gombás Peti nyerte meg a 18 éven aluliaknál a vidékbajnokságot, a Udvardi Luca 16 éves lányoknál érte el hasonló sikert. A női szuperliga csapatunk harmadik helyen végzett a bajnokságba. Szóval úgy gondolom, hogy sikeres volt. Mennyire lesz nehéz egyébként mondjuk azokat a versenyzőket ide csábítani Fehérvárra, akik mondjuk ide járnak edzeni, meg a ti kezeitek között dolgoznak, de mondjuk más adott esetben fővárosi csapathoz vannak igazolva, őket mennyire lesz nehéz ide igazolni? Szerintem azáltal, hogy szinte minden osztályban vannak különböző csapataink, ahol versenyzési lehetőséget tudunk nekik biztosítani, illetve rengeteg nemzetközi versenyünk van. A jövőben, hogyha nincs vírus helyzet, akkor még ennél is több nemzetközi verseny lehetséges, mint amennyi, ami idén volt, akkor ezekkel olyan plusz szolgáltatást tudunk nekik esetleg adni, hogy játék lehetőséget biztosítunk szabadkártyákkal, hogyha nem tudják önerőből kiharcolni, ami vonzó lehet akár mindenki számára, hogy plusz lehetőségként még a szakmai munka mellett egy olyan pont, ami miatt esetleg igazolhat hozzánk. Ugye most zajlik, ahogy a műsor elén is mondtam, az országos bajnokság, felnőtt OB fönt Pesten. Hány versenyzőr kell, hogy így négyen összesen szorítsatok, szurkoljatok, aki nem is feltétlenül mondjuk még nem kiskutas? Hát egy 5-6 játékos biztos, hogy részt vesz a versenyen. A tegnapi napot egy kivételével mindenki sikerrel vette, szóval a mai napon folytatják az egyéni küzdelmeket, meg a párosok is mennek, úgyhogy bízunk benne, hogy minél jobb eredményeket érnek el. És akkor kicsit ugorjunk ugye a jövőbe, hogy nyilván amikor lejöttetek ide, akkor voltak azért álmok, célok a tervek a fejekben, Fanni, neked. Te mondjuk, hogyha 2-3 év múlva újra beszélgetünk itt a stúdióban,
akkor mi az, amivel te mondjuk így nagyon elégedett lennél? Mint itteni munka. Jó kérdés, de hát egy biztos, hogy az azért nagyon szuper lenne, hogyha ez a gyerek mennyiség, amivel most így foglalkozunk, egyre jobban nőne és szélesedne. Most arra rétegre gondolok nyilván, akik még ezelőtt sohasem fogtak tenni szütőt a kezükbe és kipróbálnak, és hogy azért legyen egy annyira széles bázisa ennek a létesítménynek, meg a tenisznek itt Fehérváron, hogy onnan könnyedén lehessen kimazsolázni úgymond versenyzőket a későbbiekre, illetve hogy ez egy ilyen befutott, beérett, úgymond magától működő szinte teniszprogram lehessen itt a városban, ami kezünk alatt épült fel tulajdonképpen. Mennyi gyereket bír egyébként el a létesítmény, meg mondjuk te vagy ti? Tehát a létesítmény sokkal többet, mint mi, de nyilván majd arra törekszünk, hogy a gyerek létszámmal együtt az edzői gárda is egy kicsit szélesedjen. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyit, de sokat. Tehát, hogy van hely és van lehetőség a fejlődésre. És ugye tényleg sokan dicsérik a létesítményt, hogy mennyire szép, mennyire jó, de hát te azért ugye éltél Amerikában, és láttál gondolom néhány teniszcentert, talán nagyon nagyokat is. Te hogy látod egyébként, mennyire olyan ez a teniszlétesítmény, amilyennek lennie kell? Abszolút kivétel nélkül olyan, tehát amikor én először beléptem, akkor az amerikai teniszlétesítmények jutottak eszembe, amilyenekhez hasonlót még nem láttam itthon Magyarországon, úgyhogy teljesen pozitív, nagyon jó, tehát minden adott ahhoz, hogy itt akármik történhessenek. Na, erre az akármikre még majd visszatérünk, és most akkor Norbihoz fordulnék, hogy te, Norbi, hogy látod egyébként, mi nőhet itt ki a következő években, és egyáltalán leköltöztetek, gondolom nem néhány hónapra, egy-két évre terveztetek, vagy terveztek. Igen, hát mindenképpen szeretnénk hosszú távon gondolkozni, azért is vágtunk ebbe bele. Én itt a Fannyhoz kapcsolódva, én is nagyon sok külföldi klubba jártam már életembe, ahol jelentős klubélet zajlott, és ugye valahol Magyarországon én ezt hiányoltam mindig, hogy főleg Pesten, ahol rohannak az emberek, ott nem alakult ki, vagy én nagyon kevés helyen tapasztaltam azt, hogy ott nagyon, nagyon széles körű klubélet lett volna. Itt azt érzem, hogy és az lenne a jövőben egy elképzelés, és az lenne egy jó dolog, hogyha ha itt a klubban, ahol ugye étterem van, szauna van, jacuzzi van, szoláriumban spinningelni lehet, tehát hogy rengeteg olyan szolgáltatás van még pluszba extra teniszen kívül, ahova a családok, hogyha lehozzák a gyerekeiket teniszezni, vagy eljön az egész család esetleg, akkor együtt egyidejűleg el tudnak tölteni egy délutánt, vagy akár egy közösségi élet ki tud alakulni, rendezvényeket tudunk szervezni, születésnapok oda kerülnek, ezáltal szélesedik az egész tömegbázis, amiből nyilvánvalóan hosszú távon abból alakul ki, hogy egyre többen oda kerülnek, abból a gyerekmennyiségből, hogyha lehozzák a szülők a gyerekeket teniszezni, abból lehet, hogy mi is könnyebben fogunk tudni hosszú távon kiválasztani gyerekeket, tehát hogy ez a közösségi élet, ami ki tudna itt alakulni. Szerintem ez egy ilyen jövőbeni cél, és aztán ebből kifolyólag, hogyha vannak olyan gyerekek szép számmal, akikre lehet építeni egy utánpótlás programot, akkor ezt a vonalat mi szeretnénk továbbvinni. Akkor optimista vagy te is, és Fanni is ugye azt mondta, hogy akármi kinőhet, akkor most visszatérünk erre a kérdésre, mert azért, ha körbenézünk a környező országban, azért születtek vagy nevelkedtek olyan teniszezők, akár a horvátoknál egy Goran Ivanisevic, vagy akár ugye napjaink egyik legnagyobb ásza, ugye Novák Djokovic, és ugye egy határt kell csak átugrani, tehát nem hiszem, hogy ott másképp születnek a gyerekek, vagy más a terhes gondozás például, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy mondjuk nekünk is legyen egy-két-három ilyen játékosunk. Alapvetően nem is kell szerintem messzebb menni, hanem a hazai szinten is a Fucsovics Marci, vagy a Babos Timi, ugye a Marci nyíregyházi, a Timi soprani születésű, és ott is nevelkedtek gyerekkorukba. Tehát, hogy a vidéki tenisz egyébként a múltban elég jelentős hatással volt a magyar tenisz életre, aztán nyilván, amikor a fejlődésük úgy kívánja, akkor Budapestre, vagy ne adj Isten, külföldre kell, hogy költözzenek annak érdekében, hogy fejlődni tudjanak. Hát itt ugyanez, hogy nyilván minél több gyereket kell, hogy bevonzunk, és aztán ütőt kell adni a kezébe. A klub által működött iskolatenisz program, ami az előző években
ki volt építve, azáltal nagyon sok gyerek ismerkedett meg a sportággal. Azt nem tudom, hogy a délutánokban ebből mennyi az, aki vissza is jött teniszezni. Jelen pillanatban sajnos a versenyzői rétegen itt nem érezni azt, hogy ebből rengetegen teniszeztek volna. A jövőben ezt szeretnénk valamilyen szinten majd megváltoztatni. Idén is lett volna egyébként iskolatenisz, csak per pillanat ugye a vírusra való tekintettel ez még szünetel. Bízunk benne, hogy minél hamarabb újra elindul ez a folyamat, és aztán nekünk ebben egy könnyebbség lenne a gyerekekkel újra felvenni a kapcsolatot, vagy a szülőkkel, és aztán még több gyerkőcöt bevonzani azért, hogy kezdjenek el teniszezni. Na, azt gondolom, hogy a szakmai stáb az összeállt arra, hogy a jövőben tudjon nevelni gyerekeket. Aztán, hogy majd a ki mivé válik, és milyen fejlődést igényel, az lehet, hogy majd a későbbiekben meg kell nézni, hogy ezt helyi szinten meg tudjuk-e neki adni. Nyilván, hogyha egy korosztályból több gyerek van, és húzzák egymást, és itt helyileg ki tudunk alakítani olyan csoportokat, akik nagyobb létszámmal versenghetnek egymással, akkor helyi szinten is könnyebb ezt megoldani. Általában itthon az szokott probléma lenni, hogy van egy ügyes gyerek Fehérváron, van egy ügyes gyerek Sopronban, van egy Nyíregyházán, és ezek nem egy klubban tudnak napi szinten készülni, ezért aztán az szokott lenni, hogy egy idő után Budapestre kerülnek, és ott a szövetség égisze alatt folytatják tovább a munkát, de ugye itt a szállás lehetőséggel adottan miért ne lehetne az, hogy nem Budapestre mennek ezek a gyerekek, hanem ide jönnek hozzánk, és itt végzik a szakmai munkát. Tehát, hogy ez nyilván még a jövő zenéje, de a lehetőségek megvannak erre itt helyben, hogy ez meglegyen. Fanni, csak gyorsan, hogy ott van már valahol az ifjú Goran Ivanisevics, szerinted a gyerekek között? Biztos. Ugye itt a nagyszámok törvény alapján én úgy gondolom, hogy azért lehet egy, kettő, három néhányat azért találni. Ahogy a Norbi is mondta, ez az iskolatenészre nagyon szeretnénk mi is így ráfókuszálni, tehát itt azért több mint 1000 gyerekről van szó, akikkel szeretnénk foglalkozni, megismerni őket, meg megismertetni velük a teniszt. Úgyhogy ezért vagyunk itt, hogy ezekre a gyerekekkel találkozhassunk. Hát ehhez már csak magunk mögött kell hagyni ezt a mostani ez vírusos időszakot. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon jó munkát kívánok. Aztán mentek vissza edzést tartani, úgyhogy további jó, vagy szép napot kívánok nektek, és jó edzéseket, és remélem, hogy minél hamarabb találkozunk újra, és minél szebb eredményekről tudunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Önök pedig maradjanak velünk, ez volt a Bajnokok Városa ezzel a műsorral. Legközelebb egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!